Na, ez jó lesz. Na, így. Végre kész vagyok. Ez az. Itt ott fent! Thomas! Harold! A helyzet az, hogy most fejeztük be a munkát hárman a Percy, a Stanley meg én. Úgy volt, hogy Emily is itt lesz, de őt hiába kerestettük itt Tégenföldön, sehol nem találtuk, mintha csak a föld nyelte volna el. Éppen ezért jöttem, Thomas. Emilynek túl heavy a kazánja, úgyhogy még mindig javítják, mert majdnem felrobbant. Emilynek semmi baja. Üzeni, hogy jól van, és sajnálja, hogy nem tudott eljönni. Köszönöm szépen, Harold, ezt. Ezt elmondom gyorsan a Stanleynek meg Percynek. Ma este mindenképpen meglátogatjuk. És kacom, Harold itt volt, és Emilyvel kapcsolatban elmondta, hogy még mindig javítják, mert túl heavy volt a kazánja. Majdnem fel is robbant. Még mindig javítják. Percy nem selejtezték el, hogy most nem olvasztották be, és Stanley nincsen rád megsértődve azért, mert belöktet véletlenül az aknába, hanem csak szimplán csak javítják. Emilynek semmi baja nincsen. Még mindig javítják. Ha van kedvetek, akkor nyugodtan meglátogathatjuk őt. Persze, Thomas, semmi akadálya. Mindenképpen látogassuk meg. Eljöttünk a vagonokat és meglátogatjuk. Jövünk! Sietünk hozzád, ahogy csak tudunk! Szervus, Emily! Hát szia, Emily! Úgy halálvetett! Úgy megijesztettél bennünket! Hárman kellett dolgozni! Sziasztok! Bocsánat, hogy nem tudtatok rólam semmit, hogy miért nem tudtam eljönni. Csak majdnem felrobbant a kazánom, úgy túlhevült, úgyhogy még mindig javítanak. Emily, te bocsáss meg nekem, amiért tegnap belöktelek az aknába. Azt gondoltam, hogy lehet, hogy megsértődtél rám, és azért nem jöttél el, mert haragszol ránk. Hallod, én azt hittem, hogy lecselejteztek Ócskavasnak, és beolvasztottak. Nem, nem olvasztottak be, meg nem selejteztek le Ócskavasnak, és Stanley, én nem vagyok rád megsértődve, mert belelöktél engem az aknába. Tudom, hogy véletlen volt, túl vagyok rajta. Harold mondta el, hogy hit vagy, és még mindig javítanak. Ja, jut eszembe, amúgy holnapra is vár minket egy csomó munka. Úgyhogy légy cíg, ígérd meg, hogy ott leszel.